napon, ezen a borongós, borongós esős időben nagyon örülök, hogy eljöttek, és megtisztelik jelenlétükkel és figyelmükkel professzor dr. Balla Györgyöt, aki a neonatológia szakértője a koraszülők és újszülöttellátásnak, és a Debreceni Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának az igazgatója, egyébként pedig Széchenyi Díjas, úgyhogy azt gondolom, hogy ez is nagyon figyelemre és tiszteletre méltó. A többi pedig majd elmondja helyettem Lerkő Péter professzor úr, aki a MAM-nak az alelnöke, és azt gondolom, hogy orvosok egymás között szebben és jobban fel tudják vezetni ezt a mai előadást és pódium beszélgetést professzor úrral. Úgyhogy átadom Lerkő Péternek a szót. Kedves vendégeim, szeretettel köszöntök minden jelenlévőt, Rósz professzor úr nevében is, aki külföldön tartozott és ezért nem lehet most itt. És a magam nevében is nagy szeretettel üdvözlöm mindenkit. Talán ez az eső néhányakat távol tartott egy részeivetelkül, aki nem lesz a bizonyára, megvárja majd. Azt szeretném bevezetékig elmondani, hogy tudni kell azt, hogy a világon évente 7 millió gyermek hal meg, 3 millió méhen belül, 4 millió pedig újszülöttként. 7 millió. Az újszülöttek haláleseteinek a döntő fő oka a koraszülöttség, a méhen belül elhalottunk pedig a retardáció. Professzor úr a koraszülött problematikával foglalkozik szívesen, talán legszívesen, én pedig a retardációval. A periodológiai összejövetelken hosszú idők óta mindig jelen voltunk, találkoztunk, talán nem túlzás, hogyha barátomnak van kitart, és kölcsönösen fordítva is. És ezért esett a választás professzorra, mert a közelmúltban egy nagy esemény történt, az ő érdemeinek megfelelően egy olyan kitüntetést kapott részben, hogy akadémikussá választották, másrészt Széchenyi díj kitüntetésben részesült, amely nagyon-nagyon kevés orvosnak mondható és magáé. Én tudom azt, hogy ő a oktatási tevékenysége, a tudományos tevékenysége, a külvító munkája, és nem utolsó sorban a mindenki által nagyon tisztelt emberi tulajdonságai, adottságai miatt vált egy ennyire népszerű, mindenki által elismert professzorrá, emberi. És hát ebben a körben különösen, ahol nagyon sokan Debrecenben végeztünk, sok emkedés nosztalgiával gondolunk vissza a gyermekklinikai időkre is, ahonnan ő érkezett, és ezért igen szeretettel köszöntem a parlamentumnak, akik itt vannak, akik nem is tudtak eljönni, kérdezi jól magad is, elnézést kérek, tűled is professzorul meg a közönségtől is, időnként a köztünk meglévő tanácságban esetleg egy úri kicsúszik a számon, de nem szándékosan. A terv az, hogy nem csak beszélgetünk, hanem megkérdezünk professzorulat, hogy a kedvenc témájáról, neonatológiaellátás, ezen körül koraszülött ellátás problematikájáról beszéljen nekünk egy előadás keretében, amit úgy gondoljuk, hogy egy 30 percen belül marad, és utána egy ilyen fódium beszélgetésben vagyunk át, ahol az életpályájáról, pályafutásáról, a gyermekgyógyászat, koraszülött ellátásról és néhány aktuális kérdésükről fogunk beszélni. És akkor én egyszer tisztelettel köszöntöm, és felkérlek, hogy parancsoljon, tartsak az előadásról. Nagyon szépen köszönöm ezeket a nagyon kedves szavakat. És hát nagy öröm nekem az, hogy a Magyarországnak ezen a keleti, észak-kelet, északi részén itt vagyunk, aztán csináljuk a dolgunkat. Tehát ez egy nagyon egyszerű dolog, ide teremtett bennünket az élet, úgyhogy ezt végig csináljuk szépen. Hogy miért lettem gyerekgyógyász, csak egyetlen egy gondolat, hogy az én édesanyám, ő pedagógus, aki egész életében elsősöket oktatott, első általános iskola. És hát ugye osztatlan osztályba jártam, egy tanyas iskolába, és hát volt egy kisgyerek osztálytársam elsőben, és aztán kérdeztem, hogy
hogy miért nem jár hozzánk Nóti Jancsik a többet. És aztán mondta, hogy hát tudjuk, hogy mi történt vele, majd aztán egész felnőtt lettem, amikor megtudtam, hogy miért halt meg. És nagyon érdekes volt az ő elő, mert azt mondta, hogy azért fiam, te nem te voltál a legokosabb. És vége. Tehát innen én tudom, mi az irány. Na most ezt csak azért mondom, mert ugye beszélgettünk egy nagyon jót az előtt, és úgy az ember úgy elcsodálkozik, hogy honnan van az a motiváció, hogy ezt végig kell járni. Úgyhogy akkor most várjunk be. Kéne nekünk. Tehát világos, hogy ugye világos, hogy az élet változik. Ez a kép 2002-ben készült a Debreceni Egyetemen, szerintem a világ legszebbik orvosítottam. Sokan jártam, milyen szép, igaz, nincs. De ezt a képet többet nem lehet egyszerűen megcsinálni. Nincsen hol. A napjainkban óriási változások vannak. Jó, rosszabb, teljesen mindegy. Ami a fontos dolog, hogy a neonatológia ez alatt az idő alatt eszméletlen sokat fejlődött, és én részesen voltam ennek. Borzasztó nagy ajándékot kaptunk az élettől, mint azok, akik itt ülnek, azért sok neonatológus van itt környékünk, szülész kollega, meg még akiknek gyerekei is vannak, meg unokái is, meg még dédunokái is lesznek. Tehát a neonatológia egy nagyon fontos dolog. De ezt Valek Andreától kaptam, ezt a, de egyébként letölthető az, hogy egy honlapjáról, hogy az élveszületési arányszám Európában mennyi. Élveszületés. Hát azért nem dicsekedhetünk az, hogy Európában a harmadik legkevesebb gyerek született. Nézzük meg, hogy mennyi a csecsemő halálozás. Ott már sokkal jobb a helyzet, tehát a közepében vagyunk Európának 2011-ben, de sokkal jobb eredményeink lesznek még. És hát amikor még én kezdtem, az valahol itt volt 77-ben, akkor ilyen 30 000 volt a csecsemő halálozás. Tehát ezt a gyönyörű javulást megélni fantasztikus eredmény. 1977-ben 3000 újszülött csecsemőt vesztettünk el egy évben. 3000. Ugye azt is megfejtettem, hogy nagyszüleink miért viseltek fiatalkorukban fekete ruhát. Hát egyszerűen tudunk ilyen. Hát nem volt olyan család, ahol elképesztő, hogy ma azt tudjuk mondani, hogy 4-500 gyerek csecsemő 31 évben. Hát eszmélet, javulás, hihetetlen. 4,1 000, hát ez Közép-Európa óriási a fejlődés. Na most azért nem lennék igazságosak, hogyha nem említenék meg, hogy azért kik voltak itt. Hát ugye, amint említettem, amikor születtem, azért ott nem semmi 90 000 is volt a csecsemő halálozás. És most itt tartunk 4,1 000-nél. Tehát azért ebben a korban is dolgoztak emberek, Kerber, Fonyos, Colin, Boda, Karmazsinkov, akik közül azért én ismertem 1-2-3-at. Őt láttam, de vele soha nem beszélt. Mikor már én kezdtem el dolgozni, akkor ők voltak a nagyok, Kiszer, professzor úr, Büki Béla,
emlékeztek, persze Kecskés Lakatos Lajos, hál' Istennek még velünk volt, Lubesz Pista meghalt, Nobilis Andris is meghalt, Tamás megvan, Tulasen jól érzi magát, Sajokkendre kintért, ott jól vannak. Tehát ők volt, ők a nagyok. És ugye mi a neonatológusok csináltunk egy neonatológiai szakvizsgát, hogy még jobban értsünk a koroszüle túlszületellátásról. Ezt várjuk a szülészettől is, hogy ők is csináljanak már valami hasonló szakvizsgát, hogy ők is még jobban értsenek a koraszüléshez, a még emberi diagnosztikához. Meg is fogják lépni előbb-utóbb. Na most azért legyünk büszkék a múltunkra, tehát én nagyon büszke vagyok arra, hogy az angol kiejtésem a debreceni akcentus. És nem tagadom, hogy nem tökéletes, olyan jó ízes. De egyébként azt szokták mondani, hogy olyan olaszos kiejtésem van, mondom, nem olaszok, Debrecen. És miért Debrecen? Azért, mert mindenki büszke, hogy az első gyerekkönyvek mikor születtek. Hát azért nézzünk ide, 1771-ben egy debreceni gyerekgyógyász, Csapó József írt egy gyerekgyógyász tankönyvet. Magyar, 1771. Hát, ahol kinyomtatták, az Nagy Károly, most Románia területe, de nem probléma. És mit ír az anyaterről? Azt mondja, hogy hasznos regulát, melyeket a kisgyermeket nevelése végén közlenül kívánok. Jobb a kisgyermékeknek édes anyuk helyét szokni, mint másét, mert a téllyel együtt a gyermek az ő édesanyjának szeretetét és természetét mintegy magában béveszi. Nem csodálatos. Térjünk rá a 22., 23., 24. terhességi hétre, az életképesség alsó határa Magyarországon, a 24. terhességi hét. Pár évvel ezelőtt a 28 volt. Tehát mi az a probléma, ami ezelőtt a 28. héten volt, ma majdnem a félidős terhességek szintjére következett be. Itt összeszedtük azokat a gyerekeket, akik 27. terhességére, 23-ra, 24. terhességére születtek. Mit csináljunk ezekkel a gyerekekkel? Ez a kérdés. Ez 3 évnek az anyaga, 6 gyermek volt, 22 hetes, 4, 24 és 43, 23 és 43, ez 73 gyerek van itt ezen az ábrán. Most minden gyerek számít, szerintem. Nézzük meg, mi lett az ő sorsuk az elmúlt 3 évben. Hát látjuk, hogy itt egyetlen egy gyerek él túl, akit hazadtunk. Tehát itt a hazadott gyerekeket tetszenek látni. Itt a 24-ből 10 gyerekért túl, itt meg már azért szép számmal túléltek a gyerekek. Ezt tudni kell, hogy mi ott nem döntünk a gyerekek sorsáról Debrecenben, hanem ha a gyerek megszületett életjelenséget mutatott, mi mindent megadunk, aztán majd elrendeződik a sorsa. Ezt nyugaton úgy csinálják meg, hogy egy halasztott döntést csinálnak, tehát az elején egy-két napig nem gondolkodnak rajta, utána összeülnek a szülővel, és akkor a szülő majd elmondja, hogy mit szeretne. Sok esetben azért a természet vagy a sors azért bebesegít. De nézzük a túléltek közül, mennyi a károsodás nélkül túlélő, mert ugye nem csak a életminőség is számít. Hát azok a pirosak, akik bizony súlyos károsodást szenvednek, itt viszont ez a gyermek károsodás nélkül, itt 7 gyermek jelentősebb, és itt 15 gyerek jelentősebb károsodás. Ha ezt én összeadom, 17 meg 15 meg 7, az 22-23 gyerek otthon van és jó élet. Nézzük meg, hogy
Debrecenben ezek a késői károsodások, ezek milyen gyakoriságok ebben a populációban, amiről most beszélek. És hasonlítsuk össze egy nagy nemzetközi adatbázissal, ez a Vermont Oxford Database. Mi jelentünk nekik, és így hozzájutunk az ő adatbázisukhoz. Nézzük meg, hogy a kék az a debreceni adat, a zöld az a Vermont Oxford. Tehát mint hogyha mi gyerekeinknek kevesebb lenne a krónikus tüdőbetegség. A légmel ugyanannyi. Egy kicsit magasabb a agyvérzés. De egy speciális agykárosodás kevesebb, a bélelhalás kevesebb, a késői fertőzés kevesebb. Tehát úgy gondolom, hogy itt Kelet-Magyarországnak ezen a részén sokat dolgozunk. Mi az, hogy egy kicsit szerényebben, kevesebb bélélte, gyönyörű a munkán. Na most miért fontos ez az adatbázis? Az adatbázis, és Renni is érekezett az angol diáért, de ki tudtam gyorsan ezt. Miért fontos ez az adatbázis? Azért fontos, mert két évvel ezelőtt jött hozzánk a Fülesdi professzor úr, aki az idegsebészetnek az anesteziológus vezetője, hogy itt van egy 15 hetes anyuka, aki agyvérzést kapott otthon, a férje ő éreztette, jöttek a mentők, behozták a Debrecen idegsebészetbe, az anyuka agyhalott, ugye van benne egy magzat, aki jól érzi magát. Gyerekek. Ugye az adatokból már mi láttuk, hogy ha mi eljutunk a 24. hétre, akkor már egy 50% esély van egy relatíve jó életminőségre, de azért a 28-ig lenne az igazi. Leültünk, és azt mondta, a család, a férj, aki élesztette a feleségét, hogy hát ő nagyon szeretné ezt a kérdőt. Mit lehet én majd csinálni? Csak előre fel. Úgyhogy az anyukát agy nélkül 12 hétig lélegeztették, táplálták, mindent csináltak, de a 27. hét után nem tudta tovább hordani a babát, úgy megtörtént a császár, elkezdtük gyógyítani, 36. héten hazaadtuk, 7 éves korban most nemrégen megnéztük a pszichomotor fejlődési tesztjét az átlagostól jó, és az anyuka pedig veséjét, máját, szívét felajánlott az apuka, hogy transzplantálják. Tehát rengeteg életnek adtunk esélyt. Tehát a számok nagyon fontosak, mert a számok nélkül nem lehetett volna döntést hozni. Van egy betegség, ami engem nagyon megvisel, mert van gyerek, az a legborzasztóbb. Tehát lehet valaki sánta, esetleg egyik kezel, vagy nem tudom milyen halláskészülék, de a vakság az a legszörnyűbb. Na most a koraszülötteknek van egy betegsége, hogy az erek nem fejlődnek ki, teljesen látjuk a szemfenéknek ez a része ér nélkül van, itt is szép ereknek kellene lennie, de mivel ők korábban jött világra nem fejlődött ki. És hogyha mi oxigént adunk ezeknek a gyerekeknek egy kicsit többet, mint kellene, mert nem tudjuk, hogy mennyi kell neki, akkor itt ilyen hatalmas bevérzések lesznek, elhegyesedik a szemfenék, leválik a látóhártya, és a gyerek megvakul. Most amióta én a gyerekem itt már dolgozom, megfejlődött, én ezen gondolkodom. Mindig jobban. Hogy egyértelmű, hogy oxigénnel van a gond, az világos, mert a 40-es, 50-es években ugye az amerikaiak azt csinálták, amit Michael Jackson, hogy minden újszülöttet beraktak 100%-os búrába, hogy erősek legyenek ilyen erős amerikai gyerekek.
Kiderült, hogy ezek közül a gyerekek közül nagyon sok megvakult. Egyértelmű, hogy az oxigén mérgező. Ez a legszebb kísérlete az emberiségnek, hogy újszülötteket, akiknek nem kellett volna megvakulnia, megvakultak, mert szupermeneket akartak belőle. A második vakság az akkor lett, amikor a koraszülötteket meg tudtuk megtenni. Mert a koraszülötteket sajnos oxigénadással is kell gyógyítani. És ma pedig már annyira bonyolult ez a helyzet, hogy úgy tűnik, hogy megelőzhető lesz a retinopátia. A prematurum, ez az a vakság. Elnézést kérek megint, de szerintem nem fogjuk érteni a dilemmámat. Ugye adatok nélkül nem lehet gondolkodni. Tehát adatok nélkül nem lehet döntést hozni. Most a világ ebben azt mutatja be, hogyha tetszenek látni, hogy ezek egy 26 terhességi hétre született gyerekek, összesen 5000 gyerek, az átlag súlyuk olyan 8-900 gram közötti, és egy nagyon egyszerű kérdést tettek fel, hogy mennyi oxigént adjunk ezeknek a gyerekeknek. És két csoportra bontották őket, hogy alacsony, meg magas oxigénre. Oxigén vagy. Mi lett az eredmény? Ez egy fantasztikus ez a metaanalízis, ezt nagyon jó nézni. Nézzük meg a halálozását. Azt látjuk, hogyha alacsony oxigént adunk a gyerekeknek, akkor 50%-on ez az 1,5 az azt jelenti, hogy 50%-kal több gyerek hal meg. Alacsony az oxigén. Ha viszont alacsony oxigént adunk, akkor 25%-kal kevesebb vakul meg. Tehát magyarul, hogyha egy picit több oxigént adok a gyerekeknek, akkor 25%-kal több megvakul, egy picit kevesebbet, akkor meg 50%-kal több meghal. Na most ugye azt mondjuk, hogy ha orvoshoz tetszenek menni, a mai egészségügy azt mondja, hogy döntsön a beteg. Hát mi mit tudunk csinálni, amikor az anyukához megkérdezünk, az anyukát, hogy mit tetszene szeretni, a magasabb oxigén társaságban, vagy az alacsonyabban tetszenének tartozni. És akkor ő megkérdezi, mi van akkor a magasabb, akkor azt mondjuk, hogy kicsit több lesz a vakság, alacsonyan meg több hal. Rám lehet ezt bízni egy anyukának. Hát én megkérdezném ezt a kis csoportot, vagy ezt a dilemmát, hogy megfejlődik. Érdekes módon az egyéb dolgokban nincsen gond, tehát agyvérzés, itt a ductus arteriosusban nincsen gond. Kronikus tüdőbetegségben nekrotizáló enterokritis, ami vérelhalást jelent, az azt jelenti, hogy ha oxigén hiány is egy kicsit több ször van vérelhalása a gyerekeknek. Hát én most megkérdezném a társaságot, ha ilyen helyzetet tetszem meg kell lenni, hogy 800 g-os a gyerek, a pici született 26. terhesség hétre, akkor megkérdezem, mennyi oxigén. Azt is megmondhatnám, hogy kiszavaz arra, hogy annyi, hogy kevesebb legyen a vakság, de több legyen a halál. Kiválasztod. Akkor fordítva. Kérdezem meg, hogy kiszavaz arra, hogy több maradjon életben, de egy kicsit több legyen a vakság. Én meg már, igen, van négy. Tehát most tessen kell gondolni, megszületett a csöpség, és pillanatok alatt el kell dönteni a családnak a dolgokat. Tehát ezért mi az igazi? Adatokat kell gyűjteni, és igenis kutatni kell, hogy ilyen kérdést ne tegyünk fel a szülőnek. Mert ez megválaszolhatatlan. Én az életre szavazok. Azt mondom,
még akkor is szerve. Nekünk ugye rengeteg saját élményünk van, ugye? És én biztos, hogy az élete. Tehát, és most egy picit a tudományról, ami a másik szívencsücske. Én nagyon szeretem, és még pedig azt a kérdést tettem fel, hogy tetszenek látni, hogy vérzés van, igaz? Itt van egy agyvérzett gyereknek a véres agyvize. Vagy itt van a vörösvértes hemolízise, milyen felszabaduló hemoglobin a vérében. Csak azt a kérdést tettem fel ezelőtt 25-30 évben, hogy ez a vér, ami itt van, ez egy ártatlan dolog. Ártatlan az, hogy ugye a sebész azt mondja, hogy én úgy szeretek operálni, hogy ott nem van egy olyan vér. Megkérdezem, hogy miért kell neked olyan szépen operálni, hogy nem van egy olyan vér. Nem tudja megmondani, de ő úgy szeret. A vértelenül operáló sebészeknek kevesebb a szövődménye. Én akkor azt mondtam magamban, hogy ezt a hemoglobin, és ez a vas, ami itt van a hemnek a között, én ezt szállítja az oxigén, én ezt szeretném tanulmányozni, hogy hát, ha van ennek szerepe, például a vaksában. Hát a mi erőnket belül ilyen gyönyörű, mint a macskaköves endokrin sejtek borítják. Tehát a mi erejünk belülről ilyen gyönyörűek. Hogyha ezt megfestjük, nem tudom én, alvodási faktorral, vagy citoszkeletonnal, vagy szkenninggel ezeket a sejteket, ezek gyönyörűek. Na most ezekre a sejtekre érdemes vigyázni. Hogyan lehet ezeket tönkretenni? Cigarettával, alkohollal, kábítószerrel, sok zsíros kajával, meg az oxigénnel is. Ezért azt a kísérletet csináltuk, hogy vettük ezt a gyönyörű endotérsejt ilyen darabkát, tettünk rá fehérvérsejteket, amik öntik az oxigént. És semmi baj nincs. De hogyha egy nagyon piciket is ezt a hemet hozzátesszük, tönkre megy az endotérsejt. Úgy tűnik, hogy a sebésznek igaza van, vértelenül kell operálni. És ez az ábra csak annyit mutat, hogy a hem az oxigénnel elpusztítja az endotérsejteket. Hát ezt csak megerősítjük, mert a mai világban nem hiszik el az ilyen egyszerű dolgokat, kijelentéseket, ezért ilyeneket kell csinálni, hogy messenger RNS-t kell belerakni a dolgokba, meg mit tudom én még minket, de a lényeg ugyanaz, hogy itt hem hatás van. Ez is egy érdekes dolog, hogy vegyük az arteriosklerózist, amit sajnos engem már érint. És akkor, ha már csináltam ilyen dolgokat, hogy vaksára, akkor miért ne csinálják egy kis arteriosklerózist? Sokszor több jobban támogatják az arteriosklerózist kutatást pénzileg, mert könnyebb pénzhez jutni, úgyhogy csináltunk ezt. Mert kiderül, hogy a magas LDL, tehát a rossz zsírral rendelkező beteget csak akkor lesz vérkárosodásuk, hogyha mellette kisfokú vagy nagyobb fokú hemolízis van. Tehát ez is azt mutatja, hogy a hem nem egy ártatlan jelenség. Tehát összefoglalva azt tudom mondani, hogy ha van egy hem, akkor ezt egy hemstressznek neveztük el, és az endokrin sejteket tönkre teszik. Hogyha ez fontos ez a jelenség, akkor kell lenni bennünk valami ellenű védekező mechanizmusnak. És érdekes módon mindenkinek a vérében van egy hemopexin, ami köti a szabad hemet. Miért van ott? Akkora nagy öröm volt nekem, amikor egy kolléganő felfedezte ezt a hemopexint, hogy na végre, tudjuk, hogy a hem, és ez fontos. De még izgalmasabb lenne a kérdés akkor, hogyha a sejtek tudnának védekezni a hem stressz ellen. És azt is megadta a sors,
megadta, hogyha ezeknek a sejteknek adok egy éjszakát, akkor másnap nem tudom megölni őket. Tehát valami az éjszaka történt. Valami történt az éjszaka, nagyon könnyű belátni, hogy új fehérjéket termelnek a sejtek, és ezáltal a sejtek védik magukat a hemstressz ellen. És ezt itt leírtuk, hogy ez a rendszer a hemoxigenáz és a ferritin rendszer, és itt nagyon sok minden játszik szerepet, de a lényeg csupán annyi, hogyha egy napot tudnánk adni annak a kis gyereknek, akkor másnap már el lenne oxigén-toxicitás. Igaz-e ez például egy egész állatra? Ez egy olyan kísérlet, mert emberem még ilyen kísérletet nem lehet csinálni, hogy vettünk patkányt, és a patkányt megöltük. Egy pedig úgy öltük meg, hogy hemet szabadítottunk fel benne. Itt van például a kezeletlen kontroll, mind a 7 patkány megdöglött. Ezt a patkányt egy nappal korábban kis mennyiségű gyógyszerrel felkészítjük arra, hogy másnap jön a nagy baj, akkor ezek az állatok túlélnek. Tehát összefoglalva, milyen jó lenne, hogyha egy földrengés előtt 24 órával adnánk valamit, akkor a földrengés miatt nem lenne vese, elhalás és pusztulás. Hát ez egy nagyon szép dolog volt. Vagy mivel akkor éppen Amerikában voltunk, és a Harvardra meghívtak bennünket, ahol az volt a kérdés, hogy lehet-e szívet transzplantálni, mondjuk sertésből emberre. És ugye mi történt? A Harvardon az történt, hogy ugye ott voltak a kínaiak, és ezek a kínaiak képesek arra, hogy egér szívet patkányba ültessenek. Transzplantálni. Így. Éjjel-nappal dolgoznak. Tehát a kínaiak valami eszméletre nem nyújtsék. De a szívet kilökött. Hiába transzplantálták az emlékszívet a patkányba, kilökött. És mivel a harvardiak tudtak arról, hogy mi csináljuk ezt a 24 órával korábbi sztorit, azt csinálták, és megkérték bennünket, hogy ugyan már a kis egér szívben 24 órával előtt emeljük meg ezt a régelmi rendszert, és nézzük, mi lesz belőle. Hát nem ütődött ki a szív. Ez is még kísérleti stádiumban van ez a munka, és hát itt Magyarországon ezt nem tudjuk megcsinálni, de a kéti barátainkkal együtt tudunk dolgozni. Hát például ez egy előkezelt, gyönyörű szív, látjuk, hogy milyen gyönyörű a struktúrája. Ez, amit egy olyan hemmel kezeltünk elé, amiben bón van, hát látjuk, hogy tönkre ment, és nagyon érdekes, hogy kis mennyiségű szénmonoxid. Nagyon pici mennyiségű szénmonoxid is véd. Hát erre vigyelni kell, szerintem a cigi azért nem lesz a jövő gyógyszere, ami a szénmonoxidból felszabadul, de ez egy érdekes mellékvágány, amit meg kell élni. Tehát mit mondunk most? Azt mondjuk, hogy a hem mérgező, de rendelkezünk egy stressz adaptációval, egy oxidatív rezisztenciával. Na itt tartunk most, hogy ezt kellene tovább fejleszteni, az én legnagyobb álmom az lenne, hogy amikor a szülészek beadják a prénatális monsteroidot 24-48 órával, azért, hogy a tüdő életebb legyen, akkor egy kis hemoxigénáz induktort is adnánk az anyukának, meg az anyukának is jó lenne, a koraszülöttnek meg kivédené az oxigéntoxikási betegségét. Ide eljutnénk, ha én nem is, 50 éven belül, vagy valamennyi belül, az csodálatos lenne.
Szerintem nekem már ez nem fog megalakni, de jó lenne látni. Egyébként lehet meg fogom látni. Na most van egy másik vágánya ennek a kutatásnak, hogy eddig a hemről beszéltünk, de mi van a globinnal? És ez is valahogy, én nem tudom, ez is egy nagy örömet okozott nekünk, hogy megint azt mutatja, hogy ha a globint vizsgáljuk, akkor ez a globin, ez polimerizálódik bennünk. Ez a globin polimerizálódik, tehát az azt jelenti, hogy nem egy globin lesz, hanem két globin, négy globin, hat globin és a többi. Tehát egy nagyon-nagyon hosszú komplex jön létre, és ennek a komplexnek az a baja, hogy gyulladást csinál. Tehát eddig beszéltünk a oxidozitásról, most meg a gyulladásról. És mi neonatológusok, szülészek tudjuk, hogy a koraszülöttekben egy gyulladási zajlik. Kiderült, hogy ugyanaz a személy szabad hemoglobin okozza a hemtoxitást is, meg a gyulladást is. Most, hogy én ezt végig tudnám vinni, akkor kiderülhetne, hogy a hemtoxicitás ellen védene ez a misileszadatáció, most azon dolgozunk, hogy a gyulladás ellen vajon védje. Ez. Mert ha ez igaz, akkor megszületés után steroid nélkül tudnám kezelni a koraszületeket. És megnéztük a néhány koraszületnek az prikorát, és találtunk benne globinokat, egy pedig nagy globinokat. Tehát igazon van. Ott van az agyhéz egy gyerekeknek a iporában a globin. Mit egyszerre gondolom, ki ez a gyerek? Mert el a gyerek, el a gyerek. 22. hétre így néz ki született. És azért tudjuk, hogy 22, mert in vitro fertilizációval született, és azért harcoltunk létre, mert azt mondta az anyukája, hogy nem tudom, hogy a magyar in vitro után van, és neki már több próbálkozása nem lesz. Most egyszer megint magamnak a kérdést, hogy lehet másképp dönteni, mint hogy amit megtanultunk, adataink vannak, csináljuk. És velem az a baj, én velem, hogy már öreg vagy. De olyan sok jó ember van körülöttük, úgyhogy én köszönetet mondok nekik, hogy amikor én itt tartom az előadást, ők otthon vannak a szülészetben, aztán lehet, hogy éppen most a szekcióban állnak, vagy közdenek azért a kis 800 grammosért, tehát ezt csak így lehet csinálni. És az a baj, hogy én túl sok jót arattam. Úgyhogy így tartunk a neonatológiában, mi együtt dolgozunk a szülészekkel, tényleg barátok vagyunk, azóta működik a neonatológia, igazán jóta együtt vagyunk, együtt fogunk dolgozni a kardiológiával, meg együtt fogunk dolgozni azokkal az emberekkel, akik ezeket az anyukákat, családokat majd erősítik, szociológusok elnek, pszichológusok, akik optimizmust vernek ezekbe a családokba, mert ha nem így van, akkor spártaunk az emberiség semmit se fel. Tehát a legkisebb is számít. Még az, amit a Tesco mond, vagy nem tudom én ki, amikor hazadtuk ezt a meghagy gyermeknek a gyerekét, vagy anyukának a gyerekét, jöttek az RTL-től, és akkor mondták, hogy kifizette mindezt. Ugye ez az ország olyan gazdag, hogy egy anyukát
életben tartani meg a gyereket, hogy kifizetni. Nem válaszoltunk és kész. Tehát olyan környezetben vagyunk mi most, hogyha mégiscsak összefogunk, meg hálózat lesz, meg minden lesz, akkor én szerintem ez jó lesz. Nem kell elkemenni. Szóval jó irányba megyünk. És én nagyon köszönöm, hogy meghívtam. Nagyon szépen köszönjük, professzor úr. Köszönjük. Én többször voltam már más tudományterületi kiváló képviselőnek hitelhozó előadásán, akadémiai tisztségemből fakadóan is, és sokszor teszteltem magamat, hogy a tőlem teljesen távol jövő tudományterületekből elhozó előadásokból egyáltalán van-e szó, van-e mondás, amit meg tudok őrizni, meg tudok jegyezni, mert nagyon kevesen vannak, akik annyira közérthetően tudják elmondani, a tulajdonképpen elmond tudományokból idézve a mondani valójukat, hogy azt mindenki értesse. Nem ismerek mindenkit, aki jelen van, bizonyára vannak itt talán nem orvosok, nem egészségügyiek is, de biztos vagyok benne, hogy a te előadásod lényegét mindenki meg tudta érteni, mert olyan közérthetően tudod elmondani azokat a végtelen egyszerűen tűnő dolgokat, amelyeknek bizonyára jelentős szerepe van, hogy te most ilyen fiatal akadémikussá váltál. Köszönjük az előadásodat! És kerestünk azt, hogy mi az, ami követni való, hogy egyszer orvosokká válunk, akkor milyen tulajdonságokat szedjünk fel, amivel jelenleg nem rendelkezünk. Találtunk is jó néhány példaképpen. Én most azt szeretném tőled megkérdezni, hogy akár szélesebb körben, mint a más szakmát is beleértve, akár pedig a te szakterületed, konkrétan akár a gyermekklinikán, kik voltak azok, akikre, mint nagy elődökre, példaképekre visszaemlékszel, felnéztél, akiket próbáltad átvenni az adottságait, tulajdonságait, hogy te is sikeres lesz. Nagyon érdekes kérdés, mert én úgy működtem már nagyon fiatal koromban, hogy ha volt egy szituáció, amiben meg kellett oldani egy problémát, akkor az nálam az vált fel, hogy megnéztem, hogy egy előttem lévő számomra tisztelt kollega vagy főnök volt egy ilyen problémában, és hogy így hogy volt. Tehát például rengeteget tanultam Urmány tanárútól, nem hiszem, hogy sokan tetszik megismerni. Ő egy nagyon szigorú ember volt, és az adatoknak a nagyon pontos rögzítése és azoknak az adatoknak az elemzése volt az ő módszere. És ez nekem nagyon tetszett. Utána együtt dolgoztam Kecskés tanárúval, aki meg abszolút az ellenkezője volt, tehát aki meg az elkevezetett. És amikor nem jöttek az adatokból származó megoldások, akkor nekem a Kecskés féle módszer jön be. Ugye akkor most hagyjuk az adatokat, most a lelkünkre hallgatunk. Akkor meg Kecskés tanárhoz tetszett. Akkor, amikor az volt, hogy nagyon komolyan vettem az életet, és az ember néha kerül olyan helyzetbe, akkor meg Lakatos Lajos hozta elém a sors, aki meg egy könnyebb művész vélem volt. Akkor meg a Lajos féle módszer tetszett. Tehát így vagyunk ezzel, hogy
mindenkiből építkezünk, ha akarunk. De ha most Kalmari professzorra gondolok, aki nagyon érdekes személyiség volt, őnek volt egy víziója, úgy, ugye ő hozta be azt, hogy legyenek szubdisziplinák. Akkor meg azt mondom, később meg mindig arra gondoltam, hogy vajon Kalmazsin prof. most hogy döntene. Egyszer meg is kérdeztem tőle, hogy a professzor jól döntött, azt mondja, szörnyű, szörnyen, tönkre szeregyenek inkább. Minden szóval nem van professzor, jó. Mégis azért, mégis csak a példaképpen vannak ő is. De mondjuk nekem nagyon nagy prékopámos, nem tudom ki emlékszik, a kettes velem volt belgyógyász. Hát ő tőle fantasztikusabb ember, képzelni nem lehet. Tehát az ember mindenkiből építkezik, leginkább a szüleiből, szerintem, utána meg a gyerekeiből. És aztán eljutunk valahová. De az biztos, hogy az nagyon fontos dolog, hogy nem maradjunk alázatosnak. Mindenkit tiszteljünk, még a hibáival is. Meg igazod a mondás, hogy magáéval a mondát másébban a szárkát befogalítva. Hát azért ezek olyan nagyon fontos vezérelvek az én életemben. És a feleségem mondja mindig, mert ugye egy jó feleség nélkül nincsen semmi, ugye. És ő egy kicsit úgy fel is áldozta magát azért, hogy én vagyok, csinálják valamit. Ő szokta mondani, hogy hát igen, minden napnak megvan a maga mondja, azt oldjuk meg, és aztán majd holnap megoldjuk a holnapét. Tehát én inkább úgy szárnyaltam, én hétáig meg úgy vissza. Rántott egy kicsit, hogy nem kell ennyire. De nem tudom, tehát majd lesz valaki, hogy megítéli, tudod. Azt mondd el, Lézős, hogy gondolod, melyek azok az adottságok, vagy tulajdonságok, vagy erények, amelyek jó orvossá veszik az orvosát? Hát szerintem a legfontosabb dolog az, hogy szeressük, amit csinál. Ez a legelső, meg a legutolsó. Most nagyon érdekes dolog viszont, ha valamit megtudok, kezdek érteni hozzá, de tegnap még nem szerettem, amit fogom szeretni. Tehát ha igazából értek valamihez, vagy értünk majd valamihez, megszeretjük. Tehát ne legyünk elkeseredve, ha most nem szeretem a nem tudom, hogy törzsök káposztát. Megnézem, hogy hol készül, megkóstolom, hogy édesanyám mennyit dolgozik rajta, és aztán megszeretem. Tehát a szeretet a legfontosabb, én szerintem akkor kell egy gyerekgyógyásznak nagyon empátiásnak kell lennie. Tehát bele kell tudni képzelni magát egy 800 g-osnak a lelkébe. Az arcán rá kell, hogy nem érzi jól magát. Ez a jó nővér mondja azt, hogy a jó nővér kérem. Jó művét, hogy valami nekem nem tetszik. Mert az empátia is szerintem az alázat. Másoknak a tisztelet. Sosem bánja másoknak. Szerintem ezek tartottam is magam hozzá. Sosem bántottam senki. Tiszta sosem. És gondolom azzal is egyetértesz, hogy igazán jó orvos, csak jó ember. Hát figyeljétek, a szemem ezt jó ember lehetett, és nézzétek meg, mi lett a lényeg. Tehát másik például, mert mi magyaroknak van egy szemem eszünk, nem vagyunk rá együtt. A szemem esz életút, az, ahogyan az a gyerek elmen, fiatalon, hát ez csodálatos. Tehát, így építkezünk, ugye? Szóval így kell építkezni. Most túl rózsaszínes festem magam, de nem baj. Majd megbocsátok. Légy szíves mondani valamit a babamarát ellátásra kapcsolatban. Mi a véleményed? Hát engem nagyon sokszor felbosszant az, hogy a saját szakmám
koncertant nem hajlandók átvenni, közvetíteni, megkívánni a kollégáitól, a betegektől. És hát a másik dolog pedig, hogy a betegek, a szülők, gyermekágyasok körében is borzasztó rossz érzéssel fogadja az ember, amikor azt tapasztalja, hogy valaki elküldi a gyermekét a roamingből, hogy én most pihenni akarok, vigyék el ezt a gyereket, és hozzá három óránként, úgy, mintha engem is vittek az édesanyámhoz. Hát nagyon összetett kérdés, nekem milyen egyszerű válaszai vannak erre, hogy képzeljük magunkat annak az édesanyának, vagy édesanyának a helyébe, akinek a gyereke mondjuk hagyott. Ez a lényeg. Ha ezt el tudjuk képzelni, hogy innen nagyon gyorsan mindent levetettél. Tehát borzasztó gyereket elveszít. Borzasztó. A legrossz, legnagyobb fájdalom gyereket elveszít. Apát nyugodtan, nem most. Ért már eleget, csinál már eleget. Tehát nyugodtan. De gyereket nem lehet. Na most az anyukának igenis joga van ott lenni a gyereket. Az apukának joga van ott lenni a gyermekemnek. Nekünk behatolósoknak azért nehéz, mert szegények még nem is kötődnek a koraszülöttjükhöz, még nem is kötődnek a gyerekekhez. A mi feladatunk az, hogy ezt a kötődést létrehozzuk. Ez beletelik egy-két napba. Tehát az én számomra nem kérdés, amit mondtál, hogy baba barát, anyuk, apuka legyen, a támogató szolgálat kellene. Nincsen. A szegények magukra vannak hagyott. De mi is magukra vagyunk, hogy ma orvosok. Gondoljunk bele, mi is meghalunk azzal a gyerekkel egy kicsit. Azt szoktam mondani a kollégáimnak, hogy nem hallhatsz meg, mert a következő órában jön a következő, és gyógyítani kell. Tehát én szerintem csak egy út van, egyágyas kórtermek, az én ideám az lenne, hogy az koraszületünkben azt ne úgy néznek, hogy egy hatalmas kórterem, ahol csak anyuka van, apuka, meg a gyermek, ott van lenne a rengeteg műszer, ott lenne a nővérke, egy nővérke per gyerek, ott lenne egy akárki, tehát lehet a pszichológus is, lehet egy akárki, a család elfogad. Tehát fantasztikus magánkórházat is megcsinálnak, és sok pénzem van. Térjünk át a közvetlen szakmánkról, a tárgyabb egészségügyre, és azt kérdezném tőled, hogy miközben tudjuk azt, és elfogadjuk, és nagyon jól tudjuk, nagyon jól érezzük, hogy nagyon sok pénz hiányzik ebből a magyar egészségügyből. De én azt gondolom, hogy ez talán túl van érdekelve ahhoz képest, hogy véleményem szerint nagyon sok olyan dolog is hiányzik, amelyik pénzben nem is kerül. Gondolkoztál erről, és mit tudnál mondani, hogy jut eszedbe, mi kellene még, ami olyan túl sok pénzbe nem kerülne? Idő. Idő? Idő. És az időt úgy lehet megspórolni, hogyha sok orvos lenne, sok levélke lenne, sok támogató szolgálat lenne. Ahogy a Karolinszkán látom, hogy egy nap lát farbeteget egy orvos, és nagyon el van fáradva. De mindenhol azt látom, hogy egy nap egy beteget látok, és nagyon el volt fáradva. Hát most még látom 20-30 beteget, intenzív osztályon. Hát idő kell, időt pedig csak úgy lehetne, hogyha több orvos, több nővér, több takarító néni, több támogató szolgálat. Hát sajnos ez pénz. Hát idő kell, igen, szerintem. Akkor minden megy rekordet. Hát hogy lehet felvilágosítani egy anyukát arról, hogy most mit választ? Órákat kell beszélni velük. Én ezt úgy oldom meg, vagy nem úgy oldjuk meg, hogy az anyukák állandóan ott vannak a gyerekük mellett, amennyi tudnak, és akkor mindenki beszélget velük. És mindenki felvilágosít a maga szintjén, nővérke és orvos is. Azért azt mondom, hogy az írjátok be, amit mondtok, tehát repúzálni kell, mert fontos, tehát a jogászok is előadnak a környékünkön. De az nem baj, előre viszi a dolgot, hogyha jóra vagyunk meg ezt a kérdést. Tehát én azt gondolom, hogy a gyerekek megérdemlik az időt.
megkérdezte tőlem, hogy mibe investálnék, hogyha, amin hogy látom. Hát nem tudom, mibe én a gyerekébe investálnék. Azt mondom, hogy te vagy sem, nem tudom. Azóta még az de van. Te emlegettél egyik pillanatban, mutattál is de összehasonlító adatokat, hogy az Európai Unióban, vagy akár a világon az eredmények a csecsemőhálózás vonatkozásában. És ezért kérdezném meg, mert szerintem, ami pénzben nem kerülne, sok pénzben legalábbis, a minőségkontroll. A gyógyító munkának nincs minőségkontrollja Magyarországon. Nem tudok olyan szakmáról, nem biztos, hogy minden szakmának ismerem a történetét, de ahol egy állandóan visszatérően minden évben egy paraméterrendszer ki lenne dolgozva, minőségmutatók rendszere, amelyeket mondjuk évente lejelentve azokat felmérnék, összehasonlítanák, levonnák a tanulságokat, és lenne valaki, aki megmondaná, hogy bizonyos kérdésekben ne így, hanem amúgy kellene csinálni. Na most van egy olyan, hogy európai Instat adatszolgáltatás. Én megdöbbenve tapasztaltam, hogy a 28 európai elnökségek, 28 európai ország közül Magyarország a kérdéseknek egyharmadára felére nem tudott válaszolni. De a többi az igen. Ez azt jelenti, hogy az országok többségében kidolgozták ezt a minőségkontrollt és működtetik. De Magyarországon ez hiányzik. És én azt gondolom, hogy ez nagy baj. Bár azt is tudom, hogy pont a gyermekgyógyászat, és talán ne adunk el a leginkább, ha jó lehet a jó példa, mert olvasom mindenképp azokat a kiadványokat, amelyeket ti is csináltatok a NICEK eredményének az összehasonlításából, úgy gondolom, ezt te is fontosnak tartál, hogy legyen egy ilyen minőségkontroll minden szakma vonatkozására. Minden területen adatok nélkül nem lehet döntést hozni, hiteles adatok nélkül. Hát a neonatológiában, gyerekgyógyászatban azért mi nem tanúskodhatunk, mert van saját magyar adatbázisunk, van, aki az európai rendszer, illetve a világon elmondott hotspothoz is jelent. Hát most megint azt mondom, hogy ha kétszer egy orvosunk lenne, akkor a magyar egészségügy a megmarad 50%-ban is tud jelenteni. Te is tudod, hogy rettenetesen sok az adminisztráció, kevesen vagyunk, túl jók az orvosaink, ingyen jutnak hozzá Németországban, Angliában, Svédországban, ami orvosaink, az a múltkor nem csináltam meg, de meg akartam csinálni, hogy bemegyek a BMW szalomba, nagyon tetszett ez a hülyeség. Szóval, hogy egy BMW. Na most miért ne? Egy 20 millió forintos BMW, hát az egy jó kocsi, nem? És akkor be akartam menni, hogy én elviszek oda mindent. Ingyen. Hát ugye mit csinálnak a németek? A jó képzett magyar orvos, ingyen elviszik. Ingyen tanulik, adófizető pénzén. Ugye nagyon szakorvost is csinálnak. És még utána még kritikát is kapunk, hogy mit a dolog az, hogy aláírtunk velük esetleg öt évet, hogy mennyit dolgoztunk. Milyen, hogy nem adnák ide. Hogy nem adnák ide. Tehát érdekes dolgok ezek, én azért mégis azt mondom, hogy azért a magyar orvosnak respektje van, a magyar egészségnek respektje van itt, hogyha lejelentünk egy találkozást, le van jelentve. De Romániában nem vagyok biztos, hogy az orosz adatokban, hogy azok hitelesek, olyan kemény hiteles adatokat szolgáltatunk. Igen, és a betegeknek joguk van tudni, hogy hol van jó egészségügyi ellátás. És a magyar projektnek igenis ki kellene fizetni legalább két egymástól független szakvéleményt. Tehát érted, hogyha én most van jogom választani mindenben, akkor miért nem lehessen választani két szolgáltatóban? És akkor fejlődjön a jobb, aki meg gyengébb, tanulja meg, hogy hogy lesz jobb. Hát én azért a versenynek híve vagyok. Mondj még valamit a családodról. Ó, csodálatos. A gyökereidről már részben említést tettél, bevezető gondolatok között.
hagyjuk őket, úgy nem eljük, mert nem hiszem, hogy ártad meg. Vagy ha árt, akkor majd a lakukáján megtanulják. Hát figyeljetek, a legfontosabb az egészség, csak ezt kívánom, többit megoldjuk. Köszönjük. Lesz még egy kérdésem, de addig kérem, hogy gondolkozzanak a jelenlévők, hogy valamit kívánnak-e kérdezni, mert erre is lesz természetesen lehetőség. És addig, amíg gondolkodnak, addig megkérdezem azt, hogy, pontosan nem tudom, hogy most jelenleg tisztségviselője vagy a DAP-nak, nem veszed a Akadémiai Bizottságnak. Tudom, hogy voltál, és lehet, hogy még most is így van, de nem tudom. Minket nagyon érdekel, hogy hogyan fejleszthetnénk tovább a mi tevékenységünket, esetleg új ötletek érdekelnének. Mi nagyon szeretjük csinálni a tévésorozatot, amit elindítottunk, ennek most már komoly, azt kell mondanom, hogy hagyománya van. Két hetenként a Miskolc TV-ben tudománya hétköznapokkal címmel a legkülönböző tudományok területe kiválóságai szerepelnek egy félórás műsorban, és hát ez az Akadémiai Estés sorozat is, amely ide a sorozatba tartozik a mostani alkalom is. Én azt gondolom, hogy ez is egy nagyon hasznos, nagyon sok kellemes órát töltöttünk el ilyen alkalmakon. Tudsz-e valami tippet, tanácsot adni a DAP tevékenységéből, amit ajánlanál átvételre? Szerintem, amit mi a neonatológiában csinálunk, az jó. Vannak a tényleg, hogy hát évente kétszer-háromszor, igaz, inkább kétszer-háromszor. Szolnok, akkor Miskolc, Nyíregyháza, Debrecen összejön. Az az igazság, hogy Nyíregyházan nagyon jó pörkölt sapacskám van. És az mindig megtennénk egy katalizál. Úgyhogy szerintem ilyesmiket érdemes, ami, vagy, hát nem azt mondom, hogy kell, de ma annyira szalad mindenki. Nagyon elfoglalt mindenki, éppen ezt a kritikát kaptam, hogy én nem szoktam feltenni a telefont. Bevallom, nem én így veszed fel a telefon, mert néha-néha úgy kivárnám a sarokba. Tehát ez borzasztó, hogy a napját az embernek szétszatolja. Tehát én rájöttem arra, hogy például nagyon fontos a kollégákat meghívni minden nap egy kávéra, a reggeli vizit. Amikor átbeszéljük a gyerekeket, higgyétek el, mindenki jön. Az ingyen kávé működik. Az ingyen elég működik. Tehát, hogyha az egészségükben egy picit több pénz lenne, azokat a mindennapi szociális dolgaikat, amit ki kell elégíteni, egy kicsit összekötni egy kis tudományra, egy kis beteg megbeszéléssel, ezek működnek. Tehát ez a hétköznapi életre vonatkozik. A DAP esetében nagyon fontos lépni a megyék irányába, hogy. És akkor egy ilyen vándorgyűlésszerűen megy nálunk. Az a küldetés, amit meg említettél, hogy minél szélesebb körben elérni az embereket, egy nagyon fontos dolog. Hát én örülök, hogy ennyien voltunk, biztos, hogy ezt fogadhatja, hogy érdemes a koraszülöttekre odafigyelni, érdemes az anyukákra. Én nagyon szeretném azt, hogyha lenne egy olyan társadalmi igény, hogy igenis ezeknek a sérül gyerekeknek az, és a családjuk irányában való odafordulás, ne kelljen neki kopogtatni. Kérni, kérjenek. Mert az fontos dolog. Akkor adatik, ha kérsz. Igen, nem adjuk. Legalább oda juss el, hogy kérj. Mert akkor adjuk. De utána kezdjen beindulni a rendszer. Tehát borzasztóan nagy fejlődés előtt állunk. Én nagyon optimista. Átragad ránk is. Megkérdezem, hogy valaki kíván a kérdést feltenni a professzor úrnak. Igen. Igen. Elindult valósul. Hallottunk sokat a koraszülőtekről. Itt a
hiszen az mindenki tudja, hogy évtizedek óta a perinatológiai, illetve a koraszatőszök patológiai ellátás főszervező helyű Magyarországon. Az is kiderült, hogy urológista, mert szerintem a rendszerváltás óta a gyerekgyógyászatban pénz a koraszülött őszülött patológiai ellátásba áramlott, az a 7 milliárd, ami tulajdonképpen lehetővé tette a korszerű műszerekkel a jobb életminőség biztosítását és a csecsemő halálozás ilyen nagy mértékű csökkentését. Most én azt is tudtam, hogy kutatóorvos, de azt nem tudtam, hogy ilyen egyszerű gondolat, most elnézést kérek ezért a szóért, de hogy ilyen bölcs, inkább azt használom, hogy ilyen bölcsen, egyszerű gondolatmenettel közelít meg ilyen óriási jelentőségű kérdéseket, amit itt most bemutatok. Úgyhogy nekem van még egy kérdésem, hogy vajon az édesanyja ebben az egy esetben nem tévedett, amikor azt mondja, hogy nem ő volt a legokosabb? Nem édesos. Hát akkor a lelke nagy van. Mert ebből tanulni lehetett szerintem, hogy a kérdéseket hogyan közelítsük meg, és hogyan jussunk eredményre. Hát úgy is jól kezdeném arra, csak egy példát, tehát olyan kevesen vagyunk, hogy beinténhetem. Mikor az? Hát például egyszer mentem anyukámhoz panaszkodni. Ez tényleg így volt, már megszületett a második gyerekünk, akkor már docens voltam. És anyukám mindig derekált. Hát egyszer aztán most derekákkal vettünk. Aztán mentem hozzá panaszkodni, hogy hát ez az egészségünk, meg ilyen fizetés. Azt mondta, amikor megérsz, fiam? Mondom, meg, akkor nem panaszkodni. Tehát ő, hogyha azt lehet mondani, hogy meleg szívűség, meg a vastagbőrűség együtt az ő volt. Nem volt hosszú titánia állam. Úgyhogy neki igaza volt mindenben. A kisebbségre visszatérve, én szerintem az epigenetikával van gond. Tehát a genetika az oké, az rendben van, de az epigenetika, ami a társadalom meg az összes minden szegényekkel árakódik, és én most a gyerekek fejére gondolkodom, engem nem felnőttek benne. Abból a szempontból érdekelnek csak, hogy mennyit tesz a gyerekéért. És ott bizony óriási lemaradása van ennek az országnak. Hát azok mellé, ugye én voltam osztatom a tanás iskolába jártam, cigányokkal, anyukámmal tanítom egy törvényi. Világos, hogy a 6-7 éves gyerek barátkozott azokkal a másik gyerekekkel is, tehát nem tudok rá rosszat mondani. De ott nagyon-nagyon lemaradás is. Hát ez az epigenetika, ez már szerintem meghaladja a mi erőfeszítéseinket, és nekem minden tisztelet már hívnak, meg Ildikóit, meg nektek, amit itt csináltatok. Itt maradtatok, csináljátok, csináltátok, csinálni fogjátok. Én meg maradunk Debrecenben, aztán akkor csináljuk. Tehát mi azt hiszem, hogy ezt már nem tehetünk elég. Mi már annyit tettünk, most elvárnánk egy kicsit többet a társadalomtól. Erről ezt tudom hozzátenni. Az epigenetikát faragni kell. Te tudod, mint genetikus. Hogy már a fogantatás előtt, már a nagyszülőkben eldől az epigenetika, hogy cégizette. Már az idősejtek kódolva vannak, hogy probléma lesz, kisebb lesz, betegem lesz, rövidebb lesz az élettartama. Tehát két generációval előre kellene gondolkodnunk. Ezt el kellene mondani. És szerintem van rá fül, van rá hallgatóság, mert hogyha az a populáció jobb lesz, akkor mi is jobbak leszünk. Hát én nem vagyok gazdagok ellen, én érdek vagyok. Minél több a gazdag, annál jobb, csak legyen lelke annak a közösségnek. Hát Miskolc félelmetes fejlődésen ment át. Tudom, hogy rengeteg munkátok van benne, de volt értelme. Ugyanezt megtette Debrecen, megtette Nyíregyháza, nekünk ezt adta
sors, és szerintem jó lesz. Én úgy érzem, hogy jó az irány. Csak egy kicsit a döntéshozókat kellene még megközelíteni. Egy biztos, hogy mi úgy értük el a mechanológiát, hogy az ülészekkel összefogunk. Tehát egy szakma ma nem ére semmi. Legalább 3-4 szakmának össze kell fogni, és akkor tényleg lombizni kell. Hát most van sok program, éppen tegnap feleklek meg egyik, de hát megyünk előre aztán. Csináljuk tovább. Tehát nekünk könnyű dolgunk van. Ez életlen könnyű dolgunk van, mert csak dolgozni kell meg. Írni meg. A gyerekeknek van nehéz dolgunk. Nem szeretik őket eléggé. Iskolában szeretik őket? Nem. Én vettem a fáradtságot, annak idején bennem az iskolában, megkérdeztem, hogy van egy talán a bácsi. Sanyi bácsi, életében dicsért már egy gyereknek. És működik. Tehát sok itt a termő. Említetted az előbb, kiejtetted ezt a szót, hogy a cigányság, stb. Ez jutatja eszembe, és megkérdezem tőle, hogy jó dolog-e az Magyarországon, az, hogy Magyarországon nem lehet már kérdezni beteget származását. Én ezzel soha nem értettem egyet, de most, amikor az Európerisztatnak a statisztikája tanulmányozva egy 130 oldalon rengeteg táblázat és stb., akkor össze is számoltam, az derült ki számomra, hogy ez az őrültség csak az Európai Unió 28 országa közül csak 7-ben állt fel. Az összes többében, 21-ben rá lehet kérdezni. Az Egyesült Államokban abszolút természetes, gondolom meg tudod erősíteni, hogy minden közleményükben a rasszonként tárgyalják az eredményeket, hogy milyen az előfordulás, milyen a gyógyulás, stb. Tehát rasszonként. Mert hogy a rassz az nem valami ideológiai fogalom, hanem az biológiai fogalom. És még bocsáss meg, és nekünk az a szerencsénk volt, hogy ugye egy Merkei László professzor lehetett a megyei szakfolyosunk, akire mindenki a legnagyobb tisztelettel gondol vissza. És ő valahogy nem tudom, hogy a szakfolyosi tekintélyokokkal, vagy az országgyűlési képviselői lehetőségeivel élve, de ő elérte azt, hogy Borsod megyében, az utóbbi időben már nem, de még ő írt, és még én is szakfolyós voltam. Minden évben megkaptam én is a jelentést arról, hogy a megye védőnői kötelező voltak arra, hogy cigány vagy nem cigány, itt tartsák számon azt, hogy milyen gyakori a koraszülés, az intrauterin elhalás, az újszülött, a csecsemő halálozás, stb. És mikor ezeket az eredményeket megkaptam, és csináltam diát belőle, akkor döbbentem rá én magam is, hogy 2,5-3-szor gyakoribb körülbelül a koraszülés, az intrauterin elhalás, az újszülött és a csecsemő halálozásban is igen jelentős különbségek vannak. Na most, hogyha ezeket mi sem mérhetjük fel, és más szakmák sem mérhetik fel, akkor tulajdonképpen a cigányság jár végtelenül rosszul, és azok a rasszisták, akik megtiltják, hogy Magyarországon rá lehessen kérdezni a származásra, mert ezzel rosszat tesznek a cigánságra, mert nem tudjuk mutatni az őket jobban sújtó betegségeket, okát, terápiás sikereket, stb. Tehát kevesebbet tehetünk az egészségükért, mint hogyha erre rá lehetne kérdezni. Én azt kérem tőled, hogy azért olyan körökben hozott az akadémia és egyéb más lehetőségeiddel élve, talán tudnál tenni azért, hogy ezen a buta dolgon lehessen változtatni a törvényhozásban. Hát én ezt úgy közelíteném meg, hogy mindig kell egy példakép, aki valamikor valamit nagyon jól csinál. És ez Magyarországon a Semmelweis. Semmelweis azt mondta, hogy gyűjtsd az adatokat. Kettő. Kritikusan érték. Három cselekedet. Tehát ez volt Semmelweisnek az adatgyűjtés értékele, gondolkodj el, összefüggéseket és cselekedet. Most cigányság esetében én azt gondolom, hogy itt
nem genetikáról beszélünk, mert Közép-Európa igaz, hogy kicsit van bőr, de az enyém is van, mert most épp tudom én. Tehát nem genetika, de epigenetika. Epigenetikai adatokat igenis gyűjteni kell. És azokat az adatokat értékelni kell, és egy cselekvési programot kell létrehozni. Ha az adatokat meggyűjtjük, az adatokat helyesen nem értékeljük, és nem cselekszünk, ez a legrosszabb. Most ebben a pillanatban itt tartunk, hogy meggyűjtjük adatokat, nem értékeljük azokat, amiket elmondtál, és nem cselekszünk, nem csinálunk semmit. Egyébként ez a kényelmes. Ez nagyon kényelmes álláspont. És hogyha elmegyél még egy ideológiát is teszek, végre vagyunk. Tehát könnyebb a cselekvés mögé ideológiát tenni azért, hogy ne cselekedjünk. Tehát ez a könnyebbik út. A nehezebbik út az az, hogy cselekedj, tegyél valamit. Ez a internet szövegy nagyon fontos. Szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket, hogy eljöttél. Picit sajnálom, hogy kevesebb maradtunk, kevesebb vagyunk. De ennek az előadásnak a hírét fogjuk terjeszteni, és erre lehetőségeink is, mert felvétel is készült a programon. Köszönöm szépen még egyszer, hogy elfogadtad a meghívást. Már méhen belül akár a cigányság vagy más csoportok hogyan bánnak, és itt most sok mindent ide lehetne hozni a magzattal, hogyan gondolkodunk erről. Tehát ez mindent elárul egy országról, és akkor még nem beszéltünk sok minden másról, úgyhogy én nagyon szépen köszönöm, hogy eljött, és el fogjuk hívni biztos még egyszer, mert ezt igenis hallani kell még többet.